Január 21-én a labdarúgó U8-as korosztály részére szervezett teremfoci tornát a Tiszafüredi Városi Sportegyesület, amelyről múlt heti adásunkban már hírt adtunk Önöknek. Február 5-én szintén a fiatalok az U12-es korosztály számára rendez országos utánpótlás tornát az Egyesület. A részletekről, a szervezésről Búza László edző adott tájékoztatást. Tiszafüreden a Fradi Ezahír jutott el hozzánk, ezzel kapcsolatban szeretnénk kérdezni akkor az utánpótlás edzőt, hogy pontosan miről is van szó. Üdvözlöm a televízió nézőit, február 5-én a Városi Sportcsarnokban U12-es országos tornát rendezünk. Az, hogy országos, az azt jelenti akkor, hogy mint az U8-as tornán, akkor itt is az ország több pontjáról jönnek majd csapatok, gondolom nehéz lesz a mezőny. Igen, elég nívósra sikerült a mezőny. Többek között itt lesz a Ferencváros, a Debrecen, a Vasas, a Mészöly focisuli, a Mezőkövesd, utolsó információk szerint még a Füzesgyarmat is, úgyhogy nagyon színvonalas kis tornának nézünk elébe. Egy kicsit a részletekről, hogyha kérhetnének, hogy beszámolj nekünk, akkor pontosan az időpontot elevenítsük fel, illetve azt, hogy kiket vártok. Február 5-e vasárnap reggel 9 óra itt a Benedek Gábor Városi Sportcsarnokban, és minden szurkolót szívesen látunk. A belépés díjtalan. A torna színvonalához tartozik, hogy nagyon komoly díjazás van. Az első helyezett egy egyhetes edzőtáborba vesz részt a Hablány Hotel felajánlásából. A második helyezett csapat egy komplett mezgarnitúrát kap, a harmadik helyezett 5 darab Adidas labdát, a negyedik meg 3 darab Adidas labdát kap. Azért azt tudni kell róla, hogy az U12-es korosztály az ugye még nem a felnőtt focinak, labdarúgásnak a szabályai szerint játszik. Rájuk mi a jellemző? Hát rájuk itt most a 4+1-es szabály jellemző, egy kispályás bajnokságszerűen fog zajlani. Ők még 12. életévükben nem töltött játékosok. Köszönjük szépen! Köszönöm szépen, hajrá Füred!